Jó napot kívánok, sziasztok! Tegnap kicsit sokat ittam. A következményt azt itt látjátok, sajnos a Suzuki-mat egy kis fának neki vezettem, de remélhetőleg lesz olyan ember, aki ezt rendbe tudja tenni. Motorikusan teljesen egybe van, légzsákok egybe vannak, szervó működik benne, váltó futómű is teljesen rendben van. Mindösszesen ezt a jobb sarkát kéne gyógyítgatni erősen, és a motorháztetőt, illetve az autónak a lökhárítóját. És ha nagyon-nagyon megnézzük, itt kicsit a tető is megrodgyant benne. Itt látszik ez a kis ívelés benne. Szerencsére éppen egészségesen kiszálltam a kocsiból, és tulajdonképpen semmi bajom. Ma is bejelentkeztem már a helyi kocsmába, hogy a barátaimmal tovább folytatnánk. Most már csak autót kéne vennem, de hát ebből a pénzből nem biztos, hogy tudok autót venni. Úgyhogy sok helyig kell dolgoznom még itt az M3 autóparkban, és kell sok-sok videófilmet készítenem. Hát szerencsére van munkám bőven, úgyhogy nézzük tovább ezt a kis autót. Tehát van benne ugye fordulatszám, amiről szépen beszél a fordulatot, illetve van itt nekünk tükör jobbra-balra, fényszóró magasságállítás, gyári kulcsok, illetve zene, mindkét légzsák ugye a helyén van, és van szervizkönyve az autónak, elég sokáig vezetgették. Ugye 20 ezeret mutat, de a kormányából literve természetesen is a szervizkönyvéből. Azt mondanánk rá, hogy 120 ezer kilométer van ebben a járgányban, de hát ugye tudjátok, az enyém volt, de nem újkorától ez az autó, úgyhogy biztosat én nem tudok mondani nektek. Gyertek be hozzánk, segíteni fogok nektek, amit tudok, el fogok mondani. Ki is lehet próbálni, mert az autó, mondom, üzemképes, tehát megy előre, hátra és kanyarodik, amerre kell neki, és a hűtő sem folyott el, tehát tökéletesen tesz a dolgát, és még a ventilátor is bekapcsol, azt is teszteltük előbb, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek be hozzánk, segítsetek rajtam, a viszontlátásra!